Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította. Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték. Bűnös embernél száll meg. Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt. Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négy annyit adok helyette. Jézus ezt felelte. Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Zakeusnak a példája mindannyiunk számára példa, hiszen ő a gyónoknak a példaképe, aki az elégtételt is elvégzi. Azt mondja, hogy ha vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit megkárosítottam, akkor négyszer annyit adok helyette vissza. Érdemes egy kicsit saját magunkba nézni, ha valakit megkárosítottam. Azt gondolom, mindannyiunk életében vannak olyan emberek, akiket megbántottunk, megsértettünk, vagy valamilyen módon kárt okoztunk neki. Nem feltétlenül csak anyagi kárt lehet okozni. Valakinek bele lehet mászni a becsületébe, el lehet venni. Sok mindennel találkozunk. Mi ugyan hogyan vagyunk, akit megkárosítottam, valóban négyszeresen adtam neki vissza? Ugyanakkor Zakeus példáján keresztül az is világossá válik számunkra, hogy akkor, amikor az ember jó cselekedetet visz végbe, annak bűntörlő hatása is van. Tehát persze mi katolikusok valljuk azt, hogy az egyik legbiztosabb jel a gyónás szentségében történik, amikor az Isten feloldoz bennünket a pap szavain keresztül. De ugyanakkor valljuk azt is, hogy a jó cselekedetekkel ugyanígy bűnöket lehet eltörölni. Tehát az Isten irgalmas. Kérdés, hogy mi az Istennek az irgalmas szeretetét, hogyan háláljuk meg, hogyan viszonozzuk, amikor az Isten nagy lelkű hozzánk, amikor az Isten kész elengedni minden bűnünket, minden tartozásunkat. Mi mit tudunk tenni hálaadásból önzetlenül az Istennek a jóságáért? Akkor, amikor most imádkozunk elhunyt szeretteinkért, elhunyt hozzátartozóinkért, akkor az irgalmas Istenre tekintünk, aki nekik is irgalmas. És hisszük és valljuk, hogy az imádságunkkal, a szentmise áldozattal segítjük azokat az elhunyt hozzátartozókat, akik még nem jutottak el az Istennek a boldogító színe látására. Mert hisszük és valljuk, hogy az Isten minden embert üdvözíteni akar, és sok minden múlik rajtunk, embereken, hogy mi az, amit mi is akarunk. Mert hogy az Isten, aki akaratunkon kívül teremtett meg bennünket, nem fog üdvözíteni bennünket, ami akaratunkon kívül. Vagyis nekünk is akarni kell üdvözülni, nekünk is akarni kell eljutni a mennyországba. Kérjük az irgalmas Istent, hogy elhunyt szeretteinket
az Úr Jézus ölelje az ő szent szívére. Amen.